sziasztok! November 24-e van, és eljött az idő, hogy feldíszítsük az irodát. Valószínűleg ez lesz az utolsó karácsonyunk itt most már ebben az épületben, úgyhogy most szépen nekiállunk. Hétvégén meg majd otthon is fel fogom díszíteni a karácsonyfát. Jövő héten lesz a karácsonyi bulink, úgyhogy most fel kell készülnünk erre. Marianka már behozta itt az összes kis díszünket, meg a karácsonyfát. Juhú! Ez tiszta, nem? Az a Mikulás tányérja. Arra tesszük a kekszet? Raktunk. Na, hazaértem. Jaj, nagyon karácsonyi hangulatban vagyok most, úgyhogy holnap szerintem, vagy vasárnap fel fogom díszíteni én is a lakást, meg előkeresem a fát. Hát kint van az a nagy doboz, amiben az összes dekorációmat tartom, úgyhogy fogalmam sincsen, hogy ez milyen állapotban van, mert itt volt egész június óta az erkélyen. De bementem a Lidlibe, venni akartam spekulációs krémet, meg leveles tésztát. És nem volt. Egyik se volt. Se krém, se tészta, úgyhogy most nagyon csalódott és szomorú vagyok, de nem baj. Vettem egy-két dolgot, szeretnék majd csinálni egy-két finomságot most a hétvégén. Na de a mai napot azt takarítással kezdem, mert nagyon nagy kupleráj van most itthon, úgyhogy szeretném egy kicsit felfrissíteni a lakást, aztán indulhat a hétvége. Itt van minden, amit vettem most a Lidliben. Csemege, ubi, kukorica, sali. Ez teljes kiölésű nosztalgia kifli. Aztán az egyik recepthez vettem egy brie sajtot, kamembert, békönt, mozzarella. Vettem egész fahéjat, mert azt imádom ilyenkor ebben a téli időszakban. 2 darab Pink Lady almát, meg egy narancsot. Majd ebből szeretnék csinálni egy jó nagy adag teát, kis májas. Vettem darált mandulát, mert már kifogyott a készletem, és most le volt árazva. És ilyen leveles tésztát találtam, nem is tudom, hogy van ilyen fagyasztott, hát majd megnézem, hogy ez mit tud. És szerintem be fogok ugrani a Tesco-ba, és megnézem, hogy ott van-e spekulációs krém. Teljes kérdési tortilla, és mivel beidegesedtem, hogy nincsen spekulációs krém, ezért mérjemben vettem egy gingerbread puszerit. És ennyi. Mi vagy, te szép fiú? Te szép fiú. Mi vagy? Elfelejtettem venni karottát. Jó reggelt! Jó reggelt! Szombat van, Rafik ugye már kint van a kertben, én pedig állok neki reggelit készíteni, illetve, hát tegnap vettem ilyen teljes kiörlésű nosztalgia kiflit, amihez szeretnék majd készíteni sült kamembert, vagy brit, majd még kitalálom, hogy melyik lesz a legjobb a receptemhez. Viszont, mivel vettem egy csomó mandulalisztet, akarok készíteni bagelt. Olvastam, hogy nagyon könnyű bagelt készíteni 2 összetevőből, úgyhogy most szépen ki fogjuk próbálni. Kelleni fog hozzá naturjoghurt és mandulaliszt. Én nem használok mandulalisztet, mert nagyon drága, szerintem teljesen felesleges. Sima, darált vagy őrölt mandulát szoktam venni, és azzal is nagyon jól működnek a kis receptjeim. Úgyhogy hozzá is látok, aztán szerintem megindulunk a telekre. El akarok menni gyorsan a telekre, csak körülnézni, meg egy-két képet készíteni, mert fognak majd jönni kerítéssel kapcsolatban. Most az autóm szerelőnél van, de már ez a 3. hét, úgyhogy benne van az összes cuccom, mert nem számítottam rá, hogy ilyen sokáig ott lesz. Benne van a Rafinak a kenelje, meg minden ilyen autóban utazós kutyás dolog, úgyhogy ki kell találnom, hogy hogyan fogom elszállítani most a Rafi kutyát, hogy ne legyen a bérelt autó teljesen szőrös. De mindegy, most nekiállok a reggelinek, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a nap. Kelni fog nekünk egy pohár naturjoghurt.
és két pohár mandulaliszt. Teszek bele egy kis sót is. És van ilyen Everything Bagel Seasoningem, amit Kanadából hoztam haza, Cucitól kaptam. Hát ezek ilyen kis magvacskák, igazából pontosan a bagelre való. Tetejére mehet egy kis Himalája só. És ennyi, mert be a sütőbe már előmelegítettem. Hát olyan 170 fokra, megnézzük, hogy meddig kell bent hagyni. Na, kamembert fogok végül is sütni. Ebben a kis kerámia edényben akartam megcsinálni, de olvastam, hogy ezt nem szabad előmelegített sütőbe tenni, úgyhogy legközelebb ezzel kezdem, hogyha ilyet csinálok. Most már ugye benn vannak a kis bagelök a sütőben. Vettem a múltkor a piacon termelői mézet az édes méhes méhészettől. Talán online is lehet tőlük rendelni, nem vagyok benne biztos, de van holnapjuk, úgyhogy belinkelem alulra. És megkóstoltam egy csomó félét, nagyon-nagyon finomak vannak, anyának is vettem ilyen pisztáciásat, meg proszekkósat. Ez a pisztáciás isteni finom, és ez ilyen krémes méz, úgyhogy szépen ezt fogom most használni. Nagyon buszta. Előtte befújom egy kis olívaolajjal. Szórni fogok rá egy kis pekándiót. Ezt is befújom egy csepp olívaolajjal. Mehet rá zöld fűszeres só. Egy kis rozmarin. Szépen ezt is ráteszem a tetejére. Illetve szórok rá egy kis békönt. Lehet jobb lett volna előre megsütni, de most már mindegy. Kész is van a bagel. Ú, de jól néz ki! Na, így néz ki, és igazából egész puha, de hát ugye tudjuk, hogy a mandula lisztnek teljesen más az íze meg az állaga, mint egy sima lisztnek. Viszont ettől függetlenül ez nagyon szuper kis diétás, gluténmentes, helyettesítő termék. Úgyhogy vacsorára szépen ebből fogok majd készíteni egy szendvicset. Most pedig mehet be szépen a kamemberünk is a sütőbe. Amíg ez elkészül, addig szépen most összepakolok a konyhában. Végül is arra jutottam, hogy majd holnap megyünk a telekre, holnap is szuper idő lesz, úgyhogy ma itt rendezkedek szépen, meg még videót szerkeztek. Most úgy élvezem ezeket a kis recepteket. Kíváncsi vagyok, mi fog kisülni ebből a kamemberből, de készítek még hozzá pirítóst, azt majd mielőtt megsül. Hát egy ilyen 10-12 percre rakom be, úgyhogy mindjárt mellé csapom azt is. Ú, tényleg, de jó ötlet! Kivettem közben a kiflit, mert az már nagyon megpirult, de mindjárt kész van a sajt is. Ó, de jól néz ki. Nem bírom. Na, gyerekek, ráközelítek nektek, mert ez nagyon király.
Isteni finom! Ez a legszuperebb camembert recept. Már kezd sötétedni, de most szépen kiporszívoztam, meg letörölgettem, kitakarítottam a lakásban. Most pedig el kell pakolni az őszi dekorokat. Júj, de izgalmas! És kitaláltam, hogy átszaladok a Pepco-ba, megnézem, hogy mit adnak. Láttam egy nagyon jó kis bögrét, amikor a múltkor bent voltam, és ezt meg akarom venni magamnak is, meg ajándékba is. A tökös dekor az valami kosárban volt benne. Ezt már ezer éve keresem. Benne egy poloska. Nem annyira vészes a helyzet, van benne egy pár poloska. De... azt bírjuk. Jaj, ezek a kis tökök olyan cukik. Imádom. Ennyi igazából. Az őszi dekor. Itthon az adventi koszorúm, a tavalyi kicsit megolvadt. Nyáron, de... nem baj. Ez a tavalyi karácsonyi buliról van, úgyhogy most is el fogom szépen vinni, hogy az asztalokat fel tudjam majd díszíteni. Ezek a poloskák. Hát mondjuk csodálkozom, hogy pók az nem volt benne. Na, megvannak a dekorok. A karácsonyfát most egyelőre még kinhagyom, mert hogyha megyek el, akkor nem akarom, hogy a Rafi kutya elkezdi szétszedni. Van egy ilyen kis üvegem, Tesco-s, ezt vettem a szőlőszörphöz. És ez tökéletes lesz. Ezeknek. Cuki. Kedvenc tevékenységem ilyenkor, amitől biztosan végre rám jön a Holiday Spirit, az az, hogy előveszem a régi dekorokat és átnézem, hogy mik vannak. Aztán nyilván, hogy mit kell még majd venni. Annyira szeretem a karácsonyt, és imádok rá készülni, imádok karácsonyi recepteket gyártani, dekorálni, karácsonyfát díszíteni. Imádok a karácsonyi időszakban videózni, pihengetni, olvasni, társasozni. Annyira jó ilyenkor lelassulni. Kis fa. Ez a kis asztaldísz is annyira cuki. Ez már nem működik, de így magában is nagyon jó. Mi van rajta? Nem is láttam. Jaj, de cuki. Ez is egy ilyen kis díszecske. Kis fák, ezeket szoktam az asztalra tenni. A terítékhez. Karácsonyi kis futó. Ezt meg ki kell mosni. Ez mézes kalács illatú gyertya. Tavaly nem gyújtottam meg, de idén mindenképpen megfogom. Sőt, meg is gyújthatjuk. Figyeljetek, gyújtsuk meg. Karácsonyi készülődéshez. De cuki. Ezt úgy kaptam ajándékba, már nem emlékszem, hogy kitől. Mariankától, már nem tudom. És nézzétek, ezt meg idén kaptam a Barbikától. Ezt a menedékkézűves gyertya készítette. És nézzétek, benne van egy cuki kis mézes kalács figura. Woodwick-es. Jaj, de jó. Isten, fahéj illata van. Itt vannak a nagyon régi kis rózsaszín karácsonyfák, meg az arany, ami tavaly letört, vagy tavaly előtt. Mennyire fi, vadász le a poloskát. Ezt Sárjótól kaptam tavaly, nagyon cuki kis korcsolyázós lány, alig várom, hogy menjek jégkorizni. Manóka. De miért vagyunk ilyen világosak? Még egy aranyszínű fa. Érdekes egyébként, hogy hogyan változik az embernek az ízlése. Most már annyira nem vagyok oda ezekért az aranyszínű kiegészítőkért, vagy lakásdekorokért, hanem inkább a természetes színeket preferálom, mint például a bézs, a barna,
ezek a faszínek, de hát nyilván attól még a bronz színt is imádom. Szarvaska, egy másik szarvaska. Ő is nagyon régi, még az első lakásomba vettem ezeket szerintem. Úgyhogy ideje felfrissíteni a dekorációinkat. Itt van egy nagy boa, és körbe van tekerve égővel, király. Jaj, nem is tudtam, hogy van csengettyűm. De jó, kiskorunkban anya mind anyától kaptam. Ez valószínű... Réka. Szerintem nem vették észre, hogy ez egyébként neves csengettyű, és rajta van, hogy Réka, mindegy. Kiskorunkban mindig, amikor jött a Jézuska, akkor csengetett anya csengettyűvel. De jó kis emlék. Még egy ilyen kis csillag. És úgy látom ennyi, a többi az már karácsonyfa dísz igazából, és ez nagyon gyanús nekem. Szerintem egy csomó karácsonyi dekoromat elajándékoztam. Úgyhogy most vehetünk újakat. Indulok a Pepcóba, nagyon izgulok, remélem lesz egy pár jó kis dolog. Tudjátok, hogy már évek óta a Pepcóba járok mindig karácsonyi dekorációt venni. Szia! Hát teljesen ki vagyok akadva. Nem volt semmi újdonság a Pepcóban, csak tavalyi dolgok voltak, pontosabban tavaly előtti, mert tavaly vettem nagyon jó kis cuccokat a Pepcóban a Malaniuhoz. Na mindegy. Egy ilyet azért vettem, 2300 forint volt, meg egy ilyen sima kis tányért, ez is ilyen kis szabálytalan alakú, ez 940 forint volt. Nem találtam se bögrét, se semmit, úgyhogy mérgembe kijöttem, és átmentem a Kikbe, ott sem vettem semmit. Mindegy, még a Tesco-ba elugrottam, mert a bagel szendvicshez akartam venni egy kis felvágottat. Ilyet vettem, meg egy ilyen ömlesztett boci sajtot. És a Rafinak megvan az egyik karácsonyi ajándéka, velős csont a Tesco-ból. Illetve kedvenc öblítőm, Winter Care, nagyon-nagyon jó illata van, vaníliás, szantálfás, és még spekulációs krém sem volt a Tesco-ban, pedig ott szokott lenni, Lotus krém, vagy nem tudom milyen, de nem volt. A Lidlben sem, meg a Tesco-ban sem. A kínaiban megvettem egy harisnyát, illetve egy ilyen bubitépet a karácsonyi bulis ruhámhoz. Jaj, de jól néz ki, nézzétek! Behoztam a karácsonyfát! Azt álltam ki, hogy ebbe a sarokba fogom tenni a fát, hogy szépen majd a kanapéról is láthassam. Indulhat a díszítés! Jaj, kiesett belőle egy kis bók!
van a fa. Hát ugyanolyan, mint tavaly, meg tavaly előtt. De imádom, csodálatos. Nézzétek, milyen jó mutat itt. Nagyon szupi. Kipakolom a díszeket is.